A Győri Bazilikában látható Szent László hermája, amely a Szent Korona és a Szent Jobb mellett a legjelentősebb szakrális emlékünk. Szent László egyik legnagyobb érdeme, hogy megszilárdította a kereszténységet Magyarországon, folytatta István király egyházszervező munkáját, és ő alapította a nagyváradi székesegyházat is. A Győrben őrzött erekje tartó eredetileg a nagyváradi bazilikának készült. Az első herma alkalmasint Szent László, vagy inkább László király szentélyavatása idején készülhetett, amikor a sírból kiemelték a testet, bizonyos részeket leválaszthattak róla, így a koponyát is, és azt külön erekje tartóban helyezték el. Ez az erekje tartó azonban a 15. század kezdetén, 1400 körül években megsemmisült a nagyváradi székesegyházat sújtó tűzvészben. A korabeli forrásokból tudjuk, hogy ez a tűzvész elemésztette, megolvasztotta az ezüstből és aranyból készült erekje tartót, viszont maga az erekje, a koponya az épen maradt. Ennek az épen maradt koponyának készítettek a 15. század első felében valamikor egy új erekje tartót, és tulajdonképp ez látható ma is. A lovak király koponya erekjéjét őrző ötvös remekművet Náprági Demeter erdélyi püspök a nagyváradi székesegyházból hozta magával 1607-ben, amikor győri főpásztorrá nevezték ki. A hermát a székesegyházban helyezték el nyilvános tiszteletre, és ettől kezdve tulajdonképp a győriek folyamatos tiszteletben részesíthették a hermát. Ez a kultusz azonban nagyon sokáig nem lépett túl az általános szent tisztelet keretein. Igazi változást a 18. század közepe hozott, méghozzá egy gyászos esemény. 1763-ban nagy földrengés sújtotta Győrt. És ennek kapcsán az akkori győri püspök, gróf Zichy Ferenc elrendelte, hogy a hermával körmenetet kell tartani, egyrészt, hogy kiengesztelje az úr haragját, másrészt, hogy megelőzze a hasonló csapásokat. Tulajdonképp ezzel indult el a Szent László kultusz igazából Győrött, és ez mind a mai napig tart, hisz a körmenet nem csupán a püspök rendeléséből zajlott, hanem a város fogadott ünnepe is volt, és ennek megfelelően mind a mai napig megrendezik ezt a körmenetet. Az erekje tartó Szent László portréját ábrázolja. A hermába a szentély avatáskor helyezték el a csontmaradványokat, melyek a kor szokásának megfelelően olyan alakú tartóba kerültek, ahonnan származtak, így a lovak király koponya csontja fej alakú erekje tartót kapott. A herma minden valószínűség szerint a király nagyváradi síremlékének fetkövéről készült, melyet egy olyan művész alkotott, aki ismerte az uralkodót, így feltételezhetően hitelesen adta vissza az arcvonásait. Ezt nemrég egy tudományos vizsgálat is bizonyította, antropológusok a hermában található csontokból elkészítették Szent László arcrekonstrukcióját. Amikor kiemeltük a koponyát az erekje tartóból, hiszen maga a hermán belül a koponya még egy úgymond kapszulában, egy korona alakú pántos tartóban van. Amikor kiemeltük, akkor az antropológusok első véleménye az volt, de első ránézésre, hogy néhány csontnak az állása, hogy a homlokcsont, a járomcsont, az orrcsont, bizonyos hasonlóságot majd mutathat a végeredmény tekintetében is. És amikor elkészült végül is a teljes arcrekonstrukció, és hát kiállításra lehoztuk, méltó installáción helyeztük el, elétettünk egy televíziót, amin látható a Szent László herma, hogy a látogatók, akik eljönnek ide, maguk is meggyőződhessenek arról, hogy milyen hasonlóságokat és különbségeket rejt magában a két tárgy, ugye maga a herma és az elkészült arcrekonstrukció. A koponyacsontok alapján készült mellszobor és a hermán látható arcábrázolás nem egyezik meg teljes egészében, de erre nem is számítottak a kutatók. A herma több száz évvel a király halála után készült, és az alkotásban a középkori ötvös művészi szabadsága is tetten érhető. Ő inkább Szent Lászlónak a szentségét fogalmazta meg, hiszen ha hermára nézünk, inkább egy krisztusi arc tekint vissza ránk. Most viszont az arcrekonstrukciónál egy fontos kérdés volt, amit föl is tettek, hogy vajon milyen arcot mutassunk meg, a szentet, vagy inkább az embert, és hát az emberre voltunk kíváncsiak, és azt gondolom, hogy a látogatók is itt, akik ide eljönnek, elsősorban
Lászlóra, mint magyar lovak királyra kíváncsiak, hiszen a herma, mint szakrális tárgyunk, mint szobor már eddig is megvolt. Végeredményben mindegy, hogy a herma vagy a szobor tekintélyt parancsoló arcát fürkésszük, mert a szentlászlói életmű üzenete mindkettőnél ugyanaz. A király fölfelé néz, az örök értékekre figyel, és bennünket is ennek tiszteletére tanít.